A harmadik napon is benépesült az országzászló tér, megérkeztek a mézünnepre Székesfehérvárra az ország mézlovagrendjei, hogy Lódi József nagymester és a mézkirálynő vezetésével felvonulással tisztelegjenek a királyi város előtt. Ezt követően ünnepélyes keretek között folytatódott a program, amelynek keretében Cserpalkovics András polgármester is köszöntötte a magyar méhészet képviselőit. Mézünnep, ez az elnevezése ennek a programnak, ennek a rendezvénynek, és előbb Székesfehérvár belvárosában a méhészek vonultak föl gyönyörű ruháikban, zászlóikkal, és azt hiszem, hogy jó reklámját adták magának a méznek, ami mégiscsak a gasztronómia egészséges, tudatos étkezésére hívja föl a figyelmet. Ráadásul a méz az mégiscsak kötődik ehhez a nemzethez, ehhez az országhoz, egyébként Fehérvárhoz és környékéhez is, hiszen itt is élnek, alkotnak, dolgoznak méhészek, és egy szép dolog, hogy van most már egy ilyen ünnepnapjuk. A találkozót megtisztelte jelenlétével Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke, aki beszédében megerősítette, a méhésztársadalom sokat tehet azért, hogy a magyar mezőgazdaság továbbra is teljesítse küldetését. Minden olyan alkalom, amikor a lakossággal el tudjuk fogadtatni és tudjuk tájékoztatni őket, hogy mint a magyar méz, mint a méhészeti ágazat milyen létfontosságú ebbe a sajnos elmúlt egy évben felbojdult világunkban, nagyon fontos esemény. Tudni kell, hogy mind Magyarországon, mind a határainkon túlélő magyar közösségekben több mint 20 mézlovagrend működik. Ezek a mézlovagrendek találkoznak most itt. Azon kívül, hogy szakmai eszmecserét is, tapasztalatcserét is folytatnak, óriási látványossága felvonulásuk. Az ünnepségen beszédet mondott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei elnöke Varga Imre István is, majd új mézlovagot fogadott soraiba a Szent István mézlovagrend.